Alig, hogy közös fotó jelent meg hosszú Katinkáról és férjéről, már is elindultak a találgatások, hogy kibékülhet-e a sikerpáros. Mint ahogyan azt is csak találgatni lehet egyelőre, hogy a magyar úszó visszatér a medencébe a március végi országos bajnokságon. Sós Csaba a stúdióban van már, remélem, hogy ezt mindjárt megtudjuk, most mutatunk előtte önöknek egy rövid összefoglalót. Január óta az első közös fotó került elő hosszú Katinkáról és Shane Tusapról. A hétfő délelőtti edzést követően hagyták el közösen a Duna Arénát, számolt be róla a blik.hu. A portál azt írja, noha az előjelek nem voltak túl pozitívak, hétfőn mégis kedélyesen beszélgettek és nevetgéltek a létesítmény előtti lépcsőn. Az úszó fenomén és férje közötti viszony nem most romlott meg. A sajtó már 2017 végén arról cikkezett, hogy a pár nehéz időket él át. Sőt, az ünnepeket is külön töltötték. A sztárpár végül közleményben ismerte el, hogy valóban megpróbáltatásokon megy keresztül a házasságuk. Hosszú az idén még nem versenyzett, amiben a magánéleti válsága is szerepet játszhat. A szövetségi kapitány ugyanakkor úgy véli, a magyar úszó rajthoz áll a március végi országos bajnokságon. Sós Csaba hozzátette, addig még egy megerősítő beszélgetésre kell sort keríteniük. Sós Csaba szövetségi kapitánya vendégünk. Jó reggelt kívánok! Krisztina, hamis voltál, hamis a mi nézőinkkel, megmutatom. Itt van a felkonferáló szöveged, azt mondja, hogy hosszú Katinkáról, és mit mondtál? Férjéről, holott ide van írva, hogy... És akkor most megkérdezhetjük, jó reggelt kívánok, hogy ejtik ennek a fiatal embernek a nevét? Tuszup, Tuszá, Zsorza. A HVG interjút készített vele, és hallgassuk meg, hogy hogyan ejti a nevét. De az hosszú, igen, rendben. Ő maga. Igen. Szóval, hogy ejti ő a nevét? Mi csak Shane-nek mondjuk a hátra mögött. Én nem kikerülni akarom, ezt csak Shane-nek mondjuk. És, de azt hiszem Tuszátnak ejti mindenki, de egyébként valóban, aki amerikai. Nem, volt egy nagy úszó, Gary Hall, igen. Mindenki úgy ejtette, még a legendás Vitrai Tamás, ő meg magát Gary Hall-nak hívta, akkor ő Hall. Elnézést kérek, tiszta A betűvel. Hall. Hall. Nem, Hall, Gary Hall, ő így mondta magát. Biztos? Rosszul ejtette a nevét, vannak így, ebben a hanggal én sem tudom kimondani, hogy Tvrtko, ennél sokkal fontosabb. Egyébként a Sóst is érdekes lehet külföldön ejteni. Ennél viszont fontosabb az, hogy egyrészt bizonyos jelek arra utalnak, és még nem a magánéletben turkálunk, hogy elképzelhető, hogy a férfeleség, vagy inkább úgy mondom, hogy a versenyző és az edzője között valamiféle kapcsolat helyreállhat. Március 24-ig le kell adni egy bizonyos nevezést, ugye a hónap végén országos bajnokságot rendeznek Debrecenben, és ön azt prognosztizálta korábbi interjújában, és ha jól emlékszem, akkor az Iron Lady is ezt mondta, hogy hosszú Katinka azon el fog indulni. Az a benyomásom, mert márciusig azért decembertől elég sok időt telt el, amíg nem lépett rajtkőre, és egy további 3 hónap, vagy 3,5 hónap múlva Európa bajnokság van. Ráadásul, amióta van ez a sportág fejlesztési program, a magyar bajnokságon elért eredmények alapján a klubok súlyos milliókat kapnak, úgyhogy szerintem az se fogja őket érzéketlenül hagyni. Tehát van tétje is, anyagi tétje is, ha így tetszik. A másik pedig, hát a magyar úszósport roppant erős most, tehát van egy csomó olyan szám, ahol nem, hogy Európában, a világon nincs olyan mezőny, úgyhogy ez egy igazán rendes verseny, aminek van hozama is. Ezzel mit akart mondani? Azt, hogy arra számítok én is, hogy indulni fog. Oké, amikor korábban indult az országos bajnokságon, akkor gyakorlatilag mindenben elindult. Tehát ahol rendeztek egy versenyt, szerintem még az öltözői futásban is elindult. Ez a módszertanúk, Shane sokszor elmondta, hogy ő nem olimpiára készül, hanem az aznapi zalaegerszegi versenyre. De soha nem volt még olyan, és nem vagyok edző szakember, meg úszó szakember, de nem volt még olyan szezonja most az utóbbi időben, hogy kihagyott volna ennyi időt, ő maga is azt mondta, hogy pihent. Tudják-e, milyen állapotban van Katinka, és mit prognosztizál, hány számban indul, ha jól emlékszem, 12 helyett, amiben... És ezek szerint akkor még nem adta le a papírokat, tehát nem tudunk pontosan beszélni. Na, menjünk sorba. Menjünk. Az egyik, az kevéssé tartom valószínűnek, hogy végigúszza a menüt. Ha pedig igen, az különösen üdvözítő. Az, hogy ennyi csomó... Ez eddig mindig így volt, bocsánat, ugye jól mondtad, hogy végigúszta a menüt, ahogy volt. Még az utolsó nap az 1500-at is, amikor már minden évben megvolt, meg a váltókban is, ha kell. Bár az mondjuk az Ironnak viszonylag kevés van. De a pihenés is azért nem biztos, hogy rossz ötlet volt. Szóval most furcsa, mert kikényszeredett ez a pihenő. Lehet, hogy a sors akarta így, vagy a jóisten, és így neki van egy olyan pihenő szakasz, ami után még jobb lesz, bár hozzáteszem, hogy a korábbi világklasszisaink, amikor hosszú pihenőt tartottak és visszajöttek,
és újra felkészültek annak ellenére, hogy az edzés eredményeik javultak, a versenyen csúcsformában legjobbjukat már nem érték el. Phelpsnél is így volt, ő is sokat így volt ki. A Phelpsnél is így van, a Csalacinál is így van, mindenkinek, az úszok, a férfiak jellemzően 23-25 éves koruk közt elérik a csúcsát. Ez Michael Phelpsnek és Csalacinak 2008 volt. Azóta minden olimpián gyengébe úsznak valamivel. Tehát van egy ilyen effekt is, azzal együtt neki annyi bónusza van, annyi előnye van a többiekkel szemben, hogy ettől még ő nyugodtan 4-5 évig ott lehet az élen. És miután azért nekem a legüdvözítőbb az, hogy a közös kép uszodából kijövet van róluk, tehát az látszik az első perctől kezdve, hogy azért a Katinka edzésben van. Rendben van. Ön ilyenkor megnézte, mert nekem például érdekes volt, és a bulvárlapnak nem azt a részét néztem meg, hogy akkor most mit állítanak, hanem azt, hogy azt mondták, hogy felszedett például néhány kilót, vagy hogy pihenget. Önök tudják, hogy pontosan milyen állapotban van, hiszen korábban sok kritika fogalmazódott meg azzal kapcsolatban, hogy igazából nem is tudják, hogy mi van vele, hol edz, mit csinál. Hát nem is kell, mert a verseny megmondja. Tehát itt a versenyen eldől, mert vannak, ez megint messze vezetne a típusok, akik edzésen csillognak, villognak, a versenyen pedig nem bírják el a feszültséget. Van, akit meg úgy kell rugdosni, ütni, vágni az edzésen. A verseny maga odáll és csillog, villog. Ez egy típus. De itt a Katinka egy érett versenyző, kiegyensúlyozott, nála ilyen ingadozások szóba nem jöhetnek. Amit egy versenyen produkál, neki az a valós állapota, abból ki lehet indulni. Azért ezzel kapcsolatban van egy kérdésem. Ha ne talántán rosszul szerepelne ezen a versenyen, elindul és rosszul sikerül, abból sem kell még végzetes következményeket. Az is igen, az része a felkészülésének, ahogy mondja. A lényeg az, hogy indul vagy nem, ez a nagy kérdés. Aha. Mert ilyenkor perceket, másodperceket és század másodperceket látnak, és ha más nem, akkor más átállítják az edzését későbbre? Nem csak az, tehát egy bizonyos számú versenyen részt kell venni, hát a Federer is még hosszú ideig nem játszik, kijön az első meccsen, az nem a Wimbledon. Vannak előtornák és minden más. Ma már a verseny a felkészülésnek a része. Neki ahhoz szükség van, több versenyen indulja. Említette, hogy nagyon erős a magyar úszósport, hála a jó Istennek. Katinkának a medencében valamelyik távon van komoly kihívója. Nyilván tudom, nem mindegyikben nyert aranyérmet, igen, de a saját számaiban, azokban, amikben ő olimpiai bajnok lett, van már olyan kihívója, amelyik Magyarországon, persze az országos bajnokságra, amelyik hát komoly erő feszítése. A Jakabó Zsuzsi azért mindig ott volt a közvetlen közelébe. Időnként nem, de azért jellemzően ők sokat versenyeztek együtt, és csak arra emlékeztetnék, hogy tavaly a bajnokságon 400 gyorsan a Kései Ajna megverte a Katinkát is, meg a Kapás Bogit is. Tehát itt pont ez a lényeg, hogy 200 pillanatban egy Cselac, azt hiszem talán harmadik vagy negyedik volt, aztán világbajnokságon meg bejön éremre. Szóval itt azért most már vannak olyan erős mezőnyök, hogy nem úgy vagy odaállok, vagy beküldöm a úszónadrágom a rajtkőre, ahogy mondani szoktuk. Hadd kérdezzek valamit azzal kapcsolatban, amit előbb mondott, hogy lehet, hogy a pihenés sem rossz ötlet, még hogyha kényszer pihenő volt, és nem pozitív értelemben. Egyszer korábban már beszélgettünk erről a mentális felkészültségről, amit az ön is most említett, hogy valaki az edzésen rosszabb, de elképesztő jó versenyen, vagy éppen fordítva. Az, hogy valakinek éppen esküvője van, gyereke születik, valami boldogság éri, vagy valami olyan lelki trauma éri, mint ami most a Katinkát, az a fizikai állapotával milyen mértékben látszik a tapasztalat alapján összefüggésben? Meglátszik minden, hát ezek határterhelést végeznek. És a határterhelés jellemzője mindig túllövünk, mert tudjuk, hogy ezt már nem bírta el itt a határ. Az úszok minden nap ezen a mezőn dolgoznak. Ugyanakkor viszont nem biztos, hogy az jó vagy rossz, vagy neki most már azért, hogy mondjam, igazából csak a számláját kell nézni meg, hogy még hány aranyat húz be a világversenyeken. Még egyszer mondom, bár ennek a bajnokságnak van komoly anyagi tétje is a klubját tekintve, és az összes többi klubot tekintve, neki még egyszer mondom, a felkészülés része. És ahogy korábban mondtam, még visszatérve a pár kilót felszedett, ez úszóedzők szemével a legjobb jel, aki pihenés alatt tud hízni. Ez nagyszerű hír. Ugye, az nagyon terhelhető, azt jelenti. Az nagyszerű és nem hajlamos a betegség. Ugye Katinka az egyik legtudatosabb versenyző, gondolom ezt egyet értünk. Igen, van még azért 10 nálunk, aki ilyen tudatos. Kommunikációban, felépített brandben, egészen egyedi. Mindannyian reménykedünk benne, hogy az ön jóslata valóra válik, nevezetesen, ha indul. De ha véletlenül nem indul, ne legyen így, akkor az miről árulkodik, hogy ő a tudatos és profi versenyző úgy érzi, hogy nincs felkészülve rá? Vagy csak arról, hogy nem indult, pont? Hát azért, ha egy háromszoros olimpiai bajnok azt gondolja, hogy nem állod a pofozó babának, az is megérthető. Ugyanakkor még egyszer mondom, fordítva is igaz, azért ez a felkészülésnek része.
szüksége van rá egy versenyre, ezzel nyilván az első egy-két versenyén messze lesz a formája attól, amit tőle megszoktunk. Nem Jósnak hívtuk ide egy százalék arányt, mondja, hány százalékra teszi azt, hogy indul, és hányra azt, hogy nem? 51. De 51 és 40. Belül magamban meg vagyok győződve róla, hogy indulni fog, mert rendszeresen edzésben van. És hogy sok helyen elmondtam, ezért járunk edzőtáborba, és az úszónak az átok meg a méreg, ha kihagy, sokkal inkább elbír egy felkészülés, ha valamilyen oknál fogva tartósan gyengében edz valaki. 24-ig kiderül, hogy leadják el a nevezést. Köszönjük, hogy eljött. Köszönjük szépen, hogy itt volt.